Markus. Ah! Ó! Da! Langel, béka. Ezt miért kell csinálni? A megtérésben. Szakmailag erre miért is van szükség? Meneküljünk. Ezt nem értem. A bejön? Bejön. A befejsz, és belül is tartja, csúnyán belül tartja. Úgy van. Hozza meg! Mi van ebben a könyvben? Ebben a maga nyomorult kis naplójában. Kesztyű elrepül. Nélküle a könyv semmit sem ér. Mégis elmentek Berlinbe, hogy visszaszerezzék. Miért? Mi az, amit maga megtudhat belőle, mi viszont nem? Gyönyörű kérdés egyébként. Előbb barmok, mint maga is, jobban tennék, ha olvasnák a könyveket, ahelyett, hogy elégetnék. Ezredes! Jones egérutat nyert! Azt nem hinném. Herr Donovan. Nem ez a Jones, hanem a másik! Szerintem melyikre fogadod, Gyula? Halhatatlan teljesítmény. És mérges is, csuda módon. És már teszi is oda a kis vállát. Aranyosan elindul a motyó. Igen, elindul az. És hogy elindul, de hogy elmegy? Elindul az. Kisgáz, elindul. Na, hát siet. De hova? Laci már 6 másodperccel vezet. Ez rizikós játék azért. De aranyos vagy, Gyula. Ezt most láthattuk is pont ennek a példáját. Kicsit nehezen találja a ritmust. Milyen igazad is van, komolyan mondom, hogy én erre nem gondoltam. Az a másik három, az azért megy még, mert olyan gyönyörűen lassan furuláznak vele. Jaj, oké. Oda néz, ott a csapat. Poros a pálya. Igen. Poros a pálya, és ezt ő pontosan tudja. Átugrott mindenen, és össze-vissza piszkolt az autóversenypályán. Megfordulni! Ezzel a talicskával ő sem nagyon tud mit kezdeni, úgy tűnik. Nagyon jó! De egyszer csak megjelent egy versenyautó. Hoppácska. Minek ment neki? Ezt nem hiszem. Ezzel az autóval mi történt? Nem tud kiszállni az ember az autóból. Hát nem értem, hogy miért nem megy oda egy gyors beavatkozó autó. Nem a legszerencsésebb autóversenyző, akit valaha autóversenyen közlekedni láttam. Nézd meg! Nem tud elfordítani. Hát persze. Borzalom. De ez a játék azért ennél veszélyesebb. Na most mi lesz? Ezzel a szituációval mit kezd? Úgy. Itt. Azt mondom. Az nagyon jó. Fiúk, erre ezt nem kéne. Jaj. Még mindig az autóban van. Jaj. Szerencsétlen. Csak lássuk már, hogy rendben van és kiszállt az autóból. Ó. Úgy van. A csapattársa egyengedte át az autóját. Na most itt nagy lehet a kavar. Nagyon furi verseny ez, Gyula. Meghajáltatta! Hát ezt nem hiszem el! Ezt nem gondoltak komolyan. De ezt komolyan gondolta, Gyula. És ez nem igaz, hogy ezt nem látja. El fog durrani. Hát... Figyeld meg. Pof! Ahogy abból a füstből kidurrantott ott jobbra, át is alakította a vasat. Tehát azért bonyolult beszélgetés lesz. Aha. Ülnek és most megint vakarják a fejüket, hogy most mi legyen. Na kérem szépen! Ezt mondom, itt a por! Nem tud koncentrálni teljesen. Látványos a támok fut. Ki megoldja ezt magától is. Az meleg volt egy picit. Igen. Tehát egyikőjük sem egy erőszakosságért a szomszédba este kopogtatva, hogy adjatok kölcsön egy fél kiló erőszakosságot. Na, vajon az egyenesben? Aha. Sokat nem várhat, tehát próbálkoznia kell. Egy védekezőből támadóvá vált. Hát hogy a fészkes fenében evele kellene foglalkozni, amikor beáll középre, mint egy oszlop? Nagyon az első kérdez. Ember, aki bevállalja. Egy picit a vállával ráterhel a jelenségre. Ajja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 jj
Ezt nem hiszem el, tehát idáig nem, de na ezt nem hiszem el. Most próbálkozik mindenki. Na mindenki férfi akar lenni. Uh-huh. Hopp! Azért az már úgy megrántja az ember nyakát. Húha! Bejön? Nem fog bejönni. Tehát gondolj bele, hogy nem erőltet, itt nem tud mit csinálni. Szóval ad azok mindenkinek. Hoppala! Oda ki lehet esni, nem simán. Hát mit tud csinálni? Ajja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 jj
Hova tekintget? Egyre több a férfi lat. Bizony, bizony. Kicsit nézelődik, de hát hopp. Ajajaj. Néha belepuszil a mikrofonba. De pervers vagy. Komolyabb problémákat okozott a láthatásban. A fedélzeti kamerából úgy, mintha elengedte volna. Visszavonom, nem engedte el. Gyönyörű volt! Ez nagyon komoly. Ujjajjaj, gyerekek, mi van itt? Na most ez nem volt korrekt. Ez a bénázós. És akkor ők ott úgy ketten. De aranyos. Ezek megérkeztek egymás mellé. Hú, de nem egyszerű ezt egy ula. Na most, ha ezt egész évben fogják csinálni, akkor nem lesz egy unalmas évünk. Aszta! De édes. És milyen okos, tudta, hogy nincs más megoldása, nem tud mit csinálni. Mert egyébként nem sok esélye lenne. Csúnyán kitörölte a szemét. Henry, a toll. Mi? Hát nem csodálatos. A toll hatásos a fegyver, mint a pisztoly. Ja. Na srácok, ti most még ott maradtok. Pont oldalt találták el egymást. Hát annyira közel voltak egymáshoz, hogy ennyire. Ki? Új! Jaj! Úristen! Most csúnyán bajba van. ez most látszik. Hát... Most nézd meg, mit tettél! Ezt miért? Tehát ezt most miért? Hopp! Pici-pöci! Sí! Nem kéne kimenni? Srácok, könyörögve kérem! Ajjajjajjajjajj! Hát ott jött az arcába, nézd meg! Igen. Ott jött az arcába. Jó, hosszú részem. Az ott befeszült! Hát ezt nem hiszem el! Már pedig beragadt. Fal. Igen. Aj, de jó, hogy kiszámíthatatlan a Forma 1, komolyan mondom. Ne aggódjatok, nyomom, mint a pokol! Nyomja rá a palánkra. Nem akar lekopni onnan. Hát nagyon nem akar. És mi jól szórakozunk, hát ez ilyen. Hú. Na ez nagyon komoly. De most nagyon nagy bajba van. Hallgass rám, üsd meg. Milyen tockoz kapott? Ez gyönyörű volt. Az szép volt. Ó, hoppácska. Jó van, hát ennek annyi. Ezt az 5 centis máglit, ezt nem hiszem el. Teribe verte volna szembe a falat. És még mindig feláll, és nem adja föl. Oda megy, és megkérdezi tőle, hogy mire gondolt. Megverte szépen. Nem kimélték egymást. Ez gyönyörű volt. A vége még kapkodós lesz. Hát, kiemelik? Visszajött, nézd meg. Fogalmunk sincsen, hogy ezt hogy oldják meg, ezt a problémát most. Egyszerűen le a kalappal. Távozni kényszerült ebből a versenyszemélygépjárműből. Apuci megy elől. Hátvéd megy hátul. Laci, ne vicceljünk már. Ez életveszélyes játék. Az a segítség azért meg akkor csúnyán várat magára. Brutál meccs lesz a végén kettejük között. Hát oda kéne futni. Letette oldalra. Jó van. Kicsit sokáig bíbelődnek azért. Igen. Hát ez... Úristen. Hát majd valahogy megállnak, Gyulám. Ne izgass már föl magad. Ha elengedlek, tudod mit? Ő se hiszi el! Hát nem hiszi el! Idáig ezen nem is gondolkodott! Hát ez nagyon meleg pite lesz. Ott megy ki a lánctalpas takarítógép a pályáról. Ott esik le! Szóval miért liftezhet az agya? Ó! Azt a minden itt, de csúnyát esett. Minden akkreditáció rajta van, hogy az autósport veszélyes. Huha! Szerintem mindenki sírással küzdik, semmire nem koncentrált, eszébe nem jutott a végével foglalkozni, a vers semmivel. Tehát nem értem, nem hiszem el. Nincs ilyen. Na mi lesz itt még? Ez a tank megkedjen. Ez meg.